Virágzik az aranypiac. Egyre többen fektetnek aranyba. Erről Schmidt Kálmán, a Magyar Aranypiac Kft. Ügyvezetője számolt be szerkesztőségünknek. Az ékszerpiac ugyan stagnál a Covid-válság óta, de az inflációs hullám, a háború és a forint gyengülése miatt egyre többen választják ezt a befektetési formát. Az arany 5000 éve ismert és használt nemesfém az emberiség történetében. Kezdetben a csillogása, fénye és ritkasága okán volt keresett eszköz. Már az ókori Egyiptomban és az inkáknál is nagybecsben tartották. Az ókorban indult az arany vezető szerepe, fizetőeszközzé vált, és a cserekereskedelemben is használták. Ma az ékszer és a technológiai ipar meghatározó eleme az arany, emellett pedig a nemzeti bankoknál biztosít fizetési tartalékot. Az ékszerpiac az utóbbi években nehéz helyzetben van, de ipari nyersanyagként vagy a befektetési céllal történő vásárlásnál egyre nagyobb a kereslet Schmidt Kálmán, a Magyar Aranypiac Kft. Ügyvezetője szerint. Egyre több ember fordul az arany felé, de nem csak a magánszemélyek, mint befektetési céllal, hanem a nagy jegybankok is diversifikálnak, több lábon akarnak állni, és aranyat is vásárolnak, és ezzel növelik egy-egy országnak az arany tartalékát, arany készletét. Az ékszerpiac, az ékszer hátterű kereslet, az úgy, hát többé-kevésbé vergődik, tehát ez továbbra is a legfontosabb szegmens, de a fénykorán ez a szegmens már túl van. Itt az utóbbi években kevesebb ékszer fogyott lehet mondani, mint korábbi évtizedekben.